Itt Londonban volt a legtöbb olyan szavazó 2014-ben, akik külképviseleten adták le voksukat. Úgy néz ki, ez idén is így lesz. Eddig 1387-en jelentkeztek be ide. A második helyezett München 552 fővel, a harmadik Stuttgart 480-nal, amely új helyszín. Úgy tűnik, hogy Stuttgartba nagyon sokan fognak elmenni. Nem tudjuk, hogy ez csökkenti-e Berlinnek és Münchennek a leterheltségét. Londonban is, tehát London mellett van még Angliában két másik, Manchester, és most a múlt héten megnyílt Edinburgh. Ide is lehet jelentkezni. Azok, akik külföldön élnek, de van magyarországi lakcímük, március 31-ig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe. Eddig 8605-en jelentkeztek be, 4 éve 28161 fő szavazott így. A határon túli magyarok, akiknek nincs magyar lakcímük, levélben szavazhatnak áprilisban, de ők csak pártlistára. Eddig 347.123-an regisztráltak, összehasonlításképp 4 éve 193.793-an. Ez akkor egy mandátumot jelentett, ezzel lett meg a Fidesz-KDNP kétharmados többsége. A határon túli magyar állampolgárok március 24-ig regisztrálhatnak, de a választási iroda elnöke szerint ezt érdemes mielőbb megtenni. Aki március 24-én regisztrál, ő már nem nagyon fogja megkapni a levélcsomagot úgy, hogy vissza is tudja küldeni a szükséges határidőre, tehát a választás napját megelőző este éjfélig. Aki szeretne átjelentkezni a szavazáskor, tehát nem a lakóhelye szerinti szavazókörben adná le a voksát, a szavazás előtti pénteken, tehát április 6-án 16 óráig kérheti ezt. Ezt lehet levélben, interneten és személyesen is kérni, de célszerű ezt sem az utolsó pillanatra hagyni. Eddig 6655-en jelezték, hogy így szavaznának, 4 éve 128 ezeren voltak.